Sziasztok, én Andris vagyok, és ma egy újabb német prémium autót hoztam nektek, egy Porsche Cayenne S-t. Előjáróban annyit érdemes tudni erről a típusról, hogy mai napig a Porsche eladásainak a listáját vezeti. 2002-ben jól szállt fel erre az SUV trendre a Porsche. Ma már a harmadik generációnál tart a Cayenne, ez egy első generációs még, 2008-as, tehát már facelift utáni. És ez egy Cayenne S, ahogy mondtam, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy egy 4,8 literes V8-as motor van benne, 385 lóerővel és 500 Nm-rel. Porsche a Volkswagen csoport tagja, ugye a Cayenne a Touareg-gel és a Q7-es Audi-val közös platformra épült, kívülről nem nehéz belelátni a hasonlóságot szerintem, főleg a Touareg-re hajaz, megvannak rajta azért a Porsche-ra jellemző formák is, mint a klasszikus 911-eshez hasonló fényszórók és a sportosabb vonalak. Belül nem kevés a hely, hátul a fejtérláptér korrekt, a csomagtartó 540 literes, de egy majdnem 5 méteres autóról beszélünk, úgyhogy ez a minimum szerintem. Hát itt a beltérben is azért érződik a Volkswagen Concernberry rokonság. Nem mondanám, hogy egy kicsit szebben bőrözött Touareg, mert azért az túlzás lenne, de ez az egész rész itt nagyon hasonlít a Touaregre, viszont azért sokkal jobb minőségű anyagok vannak. Nekem nagyon tetszik ez az ilyen terepjárós fogóckodó. A műszeregységek az klasszikus Porsche, az szerintem nagyon szép. Ugye egy gyújtáskapcsoló a bal oldalon, mint ahogy az összes Porsche-n. Itt kapunk egy ilyen nagy navigációt, ma már nem túl sok haszna van, rengeteg gomb, váltókar alatt kapjuk a futómű, illetve a hajtásnak az állítóját. Ugye ez egy légrugós autó, ami azt jelenti, hogy van neki három állása, komfort, normál, illetve sport, ebben tudjuk állítani, illetve az összkerékhajtásnak az állítókáját is itt kapjuk. Elindulva rögtön érződik, hogy a méreteit, illetve a súlyát nem igazán tudja letagadni ez a Cayenne, tehát bőven 2 tonna fölött van, és ez érződik is. Nem mintha egyébként rosszul menne, ez 380 lóerős V8, azért tudja mozgatni ezt a kasznit, de bőven nem annyira, mint ahogy 380 lóerőtől várná az ember. Viszont a V8, ahogy mondani szokás, a pokolban is V8, és hát itt még szerencsére bőven nem vagyunk a pokolban sem, de igen, jó, finom hangja van, finoman jár, finoman duruzsol, nyomatékos is, ugye 500 Nm. Magyar utakra ez a légrugó, ez egy nagyon jó dolog, amíg működik, tényleg jól kirugózza a kártyukat. Aztán amikor nem működik, akkor viszont a pénztárcának nem egy kellemes dolog, de ezzel jár. Kanyar stabilitás is meglepően jó. Azért nyilvánvalóan nem véletlenül van Porsche embléma az autón, annak ellenére, hogy sokan mondják, hogy ez csak egy átcímkézett Touareg. Azért a motor, meg a futómű az annál jóval több. Egy hadsebességes Volkswagen koncernes Tiptronic váltón keresztül adja le a teljesítményét. Egyébként így tök jól váltogat, tehát finom, nem is igazán lassú. Tudjuk ugye itt a kormányon kézzel is váltogatni a sebességeket, de ez nem az az autó, ahol... Egyébként, hogy mondjak pár szót erről a konkrét autóról, óra szerint 180 ezer kilométer van benne, ami valószínűleg igaz is egyébként, mert belül nagyon patika. Itt is a kormányon lehet egy pici kopást látni, de azon kívül tényleg gyakorlatilag hibátlan. Fejezetten kényelmes, nyugodt autó, hogyha lehet így mondani. De én ettől függetlenül nem igazán érzem jól benne magam. Igen sok előítélet van egy ilyen autóval, amik valószínűleg részben jogosak, részben pedig nem. De az tény, hogy ha meglát az ember egy ilyet, legalábbis én, valószínűleg az autópályás levillogások is a Budapesten buszsávban előzős tulajdonosok jutnak eszembe. Ez persze egy nagyon erős általánosítás, mert nyilvánvalóan nem minden Cayenne tulajdonos viselkedik így. Az, hogy városban 20 liter alatt nem jár el vele az ember, az egy dolog, de szerintem autópályán se nagyon megy 14-15 liter alá a fogyasztása. Van az az autó, aminél én is azt mondom, hogy hát fogyasszon ennyit, mert tényleg olyan élményt tud nyújtani. De ez az autó azon kívül, hogy kellemesen duruzsol a V8, nem nyújt igazából olyan élményt.
Viszont az a szerencse, hogy egy ilyen autónak bőven nem én vagyok a célcsoportja, aki egy nagy, magas, tankszerű autóra vágyik, aminek mai napig van egy megjelenése, annak a Cayenne ideális választás lett. Igazából a fenntartása sem annyira vészes, mint azt sokan hiszik. Ezt az autót a Sziget-Szent Miklósi Euro Porsche adta ez a kis teszthez, megkérdeztem őket a szervizköltségekről, náluk például egy olajcsere 65 ezer forint, alsó lengőkar 80 ezer, vagy a hírhet légrugó kompletten 350 ezer. Ezek az összegek szerintem az értékéhez képest nem annyira vészesek. Ez a konkrét autó egyébként most eladó, a használtautó.hu megtalálja, akit esetleg érdekel. Na hát nagyjából ennyi lett volna ennek a Cayenne-nak a rövid kis tesztje vagy bemutatója. Köszönöm szépen, hogyha megnéztétek. Ha esetleg tetszett, akkor kattintsatok a feliratkozásra, mert szeretnék még hasonló autós teszteket, bemutatókat készíteni ezen a csatornán. Sziasztok!